A régi nem vált be, ezért új és erősebb műcsört kapott egy gólya a Hortobágyi Madárkórházban. A gólyának egy korábbi balesetben tört le a csőre. Az alsó rész ugyan visszaforrt, de a felsőt hiába pótolták, nem tudott vele rendesen enni. Gyakorlatilag nem vált be ez az anyag sem, meg ez a módszer sem. Ezért készítettek új csőrt a madárnak. A korábbit ehhez a csonkhoz ragasztották, de elkopott, leesett és kisebb részek is letöredeztek róla. Az új megerősített műcsört fogtechnikus csiszolt a méretre. Az egészben végig van egy fémszál, ami tulajdonképpen megakadályozza, hogyha összeütje a csőrét a gólya, hogy eltörjön. A beavatkozás idejére elaltatták a madarat. A csőrt dróttal rögzítették. 40 perccel később már a rózsaszínűre festett új felső csőrrel ébredt a madár. Mű szájpadlást is készítettünk, amely gyakorlatilag körbeveszi a csőrt, így most akármilyen erőhatásnak van kitéve, nem fog elmozdulni, és lecsúszni se tud, mert ugye az ólyukokon keresztül megakasztottuk ezzel a dróttal. A szakemberek szerint a műtét jól sikerült. A kissé kábult gólyát most még nem érdekelték a jutalomfalatok, egyelőre a csőrével ismerkedett. Az állatorvosok szerint 2 hét múlva derül ki, hogy a gólya elfogadja-e új csőrét. Ha szükséges, akkor a most megdrótozott csőrt ragasztóval, vagy ha kell, akár fémszegecsekkel is rögzíteni fogják majd. Pocsai István tudósította az RTL Híradót Hortobágyról.